14. fejezet Dr. Moró magyarázata Most pedig prendig hallgassa meg magyarázatomat, szólt Dr. Moró, miután jól lettünk és ittunk. Ki kell jelentenem, hogy így diktátori hajlamú vendégem, mint ön, még sohasem volt, de figyelmeztetem, hogy most utoljára engedelmeskedtem önnek. Ha legközelebb újra öngyilkossággal fenyegetőzik, nem fogok törődni önnel karosszékben ült, fehér, ügyes formájú ujjai közt félig elszít szivart tartva. A függő lámpa fénye éppen ősz hajára esett. Kibámult a kis ablakon a csillagokra, oly távol ültem tőle, amennyire csak lehetett. Közöttünk volt az asztal, s a revolverek kezemügyében voltak. Montgomery nem volt a szobában. Nem is szerettem volna együtt lenni egyszerre mind a kettejükkel a kis szobában. Azt már belátja, hogy az az elevenen vagdalt emberi lény a puma volt? Szólt Moró. Megengedte ugyanis, hogy magam meggyőződjem erről a belső szobában. A puma volt, szóltam. Él még most is, de úgy össze van vagdalva, hogy nem szeretném még egyszer látni. Minden hitvány... Hagyja csak, szólt Moró. Kérem, legalább ezektől a gyerekes borzongásoktól kíméljen meg. Montgomery éppen ilyen szokott lenni. Belátja tehát, hogy a puma volt. Most pedig hallgasson meg nyugodtan, míg be nem fejeztem fiziológiai előadásomat. Sörögtön el is kezdte fejtegetéseit, eleinte hideg, fölényes hangon, de nem sokára kissé belemelegedve a magyarázgatásba. Egyszerűen és meggyőzően beszélt. Hébekorba megcsillant egy kis szarkazmus is a hangjában, nem sokára pirultam előtte szégyenletemben azok a lények, amelyeket láttam, nem voltak sohasem emberek. Állatok voltak, emberiesített állatok, diadalai a viviszekciónak. Elfelejti, mi mindent nem tehet egy ügyes viviszektor élő lényekkel, szólt Moró. Ami engem illet, nem értem, miért nem tették meg már régen előttem mindazt, amit én tettem itt, e szigeten. Apró eredményeket felmutattak természetesen régebben is, Amputáltak, felmetszették a nyelvet, kivágtak a testből betegrészeket, banzalitást előidéztek és megszüntettek sebészeti úton, de mindez csekélység. A sebészet nagyobb dolgokra termett. Épp úgy tud építeni, mint rombolni és változtatni. Hallott bizonyára arról a közönséges sebészeti műtétről, amelyet az elpusztult orr esetében szoktak alkalmazni. Lemetszenek a homlokról egy bőrlappantyút, ráfordítják az orra, s a bőr új helyzetében tovább él. Új helyzetbe illesztik a test egy részét magán a testen. Lehetséges azonban, hogy valamely test frissen szerzett részét más állati testre illesztik rá. Gondoljon például a fogra. A bőr és csont átillesztése könnyíti a gyógyulást. A sebész a seb közepére más állatról lemetszett bőrdarabokat, vagy más frissen leölt áldozatból kivett csontrészeket illeszt. Azok a lények, amelyeket látott, új alakokká átdolgozott állatok. Az élőformák alakíthatóságának tanulmányozására szenteltem egész életemet. Évekig tanulmányoztam, s tudásom egyre bővült. Látom, hogy borzadozik, pedig semmi újat nem mondok önnek. A gyakorlati anatómiában megvolt mindez évekkel ezelőtt csak ember nem akadt, aki merészen keresztül is vitte volna. Az állatnak nem csak a külső formáját tudom megváltoztatni. Az élőlény fiziológiája, vegyi folyamatai is alávethetők tartós módosulásoknak. Ismert példa erre a mindenfajta beoltás élő vagy holt anyaggal. Hasonló műtét a vérátömlesztés is, és főleg ezen kezdtem működésemet. Csupa ismert dolog, Ugyanezt tették már, nem így nagy mértékben, de talán mélyrehatóbban azok a középkori kuruzslók, akik törpéket, nyomorék, koldusokat és mutogatásra való szörnyeket állítottak elő. Ennek a nyoma maradt meg manapság is a piaci szemfényvesztőkben és az erőművészekben. Ügó Viktor kifejti ezt a lom de talán most már kezd megérteni. Belátja, hogy lehetséges átilleszteni az állat egyik részét egy más részére, vagy valamely állat részét egy más állatra. Meg lehet változtatni a vegyi folyamatokat, a fejlődési rendszert. Módosítani lehet végtagjai tagozatát. Egy szóval meg lehet változtatni legbelsőbb struktúráját és mégis a tudománynak ezt a rendkívüliségét sohasem tűzték ki célnak, sohasem művelték rendszeresen a modern tudósok. Amíg én meg nem tettem. A sebészet legutóbb rájött már efféle dolgokra. Sok hasonló dolgot bebizonyítottak már véletlenül zsarnokok, kriminalisták, ló- és állattenyésztők, csupa konter, nehézkező ember, aki saját közvetlen célja felé tört csak. Én voltam az első, aki antiszeptikus módszerrel felfegyverkezve nyúltam hozzá ehhez a kérdéshez, aki tudományos ismeretével bírtam a fejlődés törvényeinek. Valószínű, hogy titokban foglalkoztak már régebben is a dologgal. A sziámi ikrek így támadhattak, s az inkvizíció boltos helyiségeiben bizonyos, hogy közvetlen céluk a mesterkét kínzás volt de akad bizonyára az inkvizitorok között olyan is, aki tudományos érdeklődést tanúsított. Csak hogy, vágtam közbe, ezek a lények, ezek az állatok beszélnek. Ráhagyta, hogy igaz, s aztán folytatta annak a bizonyítását, hogy a viviszekció nem csak fizikai metamorfózis előidézésére képes. Az elmebeli struktúra sokkal határozatlanabb a testinél. Egyre növekvő hipnotikus tudásunkban megvan a biztosítéka annak, hogy régi átöröklött ösztönöket új szuggesziók segélyével pótolni lehet. Hiszen tulajdonképpen az, amit erkölcsi nevelésnek mondunk, nem egyéb, mint az ösztönök mesterkélt módosítása és kiforgatása. A harciasságból bátor önbizalom lesz, az elnyomott érzékiségből vallásos túlbuzgóság. A fő különbség az ember és a majom között, a gégefőben rejlik, amelynél fogva a majom nem képes azokra a különböző hangi elvényekre, amelyekkel a gondolatot szavakba tudjuk átfordítani. Ebben nem értettem egyet vele, de dr. Moró rideg udvariatlansággal viszonozta ellenvetésemet, ismételte, hogy a dolog így van, és azután folytatta fejtegetéseit. Majd azt kérdeztem, miért választotta mintául az emberi formát. Bevallotta, hogy puszta véletlenségből, épp oly könnyen alakíthattam volna juhokból lámákat és lámákból juhokat, de van valami az emberi formában, ami minden állati formánál jobban ingerli az elmét. De nem is szorítkoztam csupán az emberalkotásra. Egyszer, kétszer, vagy egy percig elhallgatott, hogy múlnak az esztendők, s egy egész napot arra pazaroltam, hogy megmentsem az ön életét, s most arra pazarolok egy órát, hogy önnek magyarázgassak. De, szóltam én, egyet még mindig nem értek. Mivel igazolja azt a sok gyötrelmet, amit okoz? Mert az egyetlen dolog, ami mentheti a viviszekciót, valami gyakorlati cél lehet csak. Úgy van, szólt Moró. De amint látja, én más anyagból vagyok gyúrva. Világfelfogásunk teljesen különböző. Ön materialista. Az nem vagyok, vágtam közbe hevesen. Csak az én szememben az, mivel éppen a kín kérdése választ el egymástól bennünket amíg valami látható vagy hallható kín beteggé teszi, amíg saját kínjai zavarják, amíg a bűnről alkotott fogalmába belejátszik a kín, addig azt mondom állat, amely kisé tisztában érez a többi állatnál. Ez a kín, ez a szofisztika fellázított, stürelmetlen mozdulatot tettem. Ó, ez az egész csekéség csak, az az elme, amely valóban fogékony a tudomány tanításaira, kénytelen belátni, hogy ez csak csekéség. Lehet, hogy a kisbolygón kívül, e kozmikus kötfolton kívül, amely láthatatlanná válik a legközelebbi csillagról, lehet, mondom, hogy rajta kívül sehol máshol nincs meg az, amit kínnak neveznek. De hát miért van meg éppen itt, az élőlények között? S mi az a kín tulajdonképpen? Mi alatt beszélt, elővette egy kis tolkést a zsebéből, kinyitotta kisebb pengéjét, s úgy fordította a székét, hogy láthattam egész combját. Azután gondosan kiválasztva egy pontot rajta, beleszúrta a pengét lábába, s rögtön kihúzta belőle. Bizonyára régebben is látta már ezt. Annyit sem érezni belőle, mint a tűszúrásból. De hát mit bizonyít ez? Azt, hogy a kín érzetre való hajlandóság nem az izmokban van, a bőrben van ugyanis egy kis hajlandóság, de az egész lábnak csak egyik másik pontja képes a kínérzetre. A kín egyszerű belső tanácsadunk, amely óv és ösztönöz. Az egész élőhús nem érzi a kint, minden ideg sem érzi, sőt, valamennyi érző ideg sem fogékony rá. A látóidegben például nincs meg a fogékonyság reális kínérzete. Ha megsebzi látó idegét, egyszerűen merő fényfoltokat fog látni úgy, amint a hallóideg baja puszta főzógásban nyilvánul csak. A növények nem éreznek kint, az alsóbb állatok, lehet, hogy például már a csillaghalak is, szintén nem éreznek kint. Már most minél értelmesebbek az emberek, annál értelmesebb módon törekszenek saját boldogulásukra, s annál kevésbé van szükségük arra, hogy célul tűzzék ki maguk elé a vezedelmekből való szabadulást oly céltalanná vált dologról nem tudok, amelyet a fejlődés előbb-utóbb teljesen ki nem írtott volna. Igazam van, s a kínérzet szükségtelenné válik. Aztán vallásos ember vagyok, Prendik, mint minden józan gondolkodású ember. Azt hiszem, jobban beleláttam a világ alkotójának utaiba, mint ön, mert én, amióta élek, a magam módja szerint mindig az ő törvényeit fürkésztem, ön pedig, ha jól értettem, ez alatt pillangókat gyűjtött. Annyit mondhatok, hogy a gyönyörnek és a kínnak semmi dolga sincs az éggel és a pokollal. Gyönyör és kín. Fabatkát sem ér. Mi az ön vallásos örjöngése? Más-e, mint Mahomé túlvilági húriai? A gyönyör és a kín nem egyéb az emberben, prendik, mint az állatjele. Azé az állati, amelyből erett. Kín. Kín és gyönyör addig van csak ránk nézve, amíg a porban fetrengünk. Látja, én egyenesen előre törtem utamon, amelyet kutatás közben választottam. Más módjáról sohasem hallottam a kutatásnak. Fölvetettem egy kérdést, azután képzeltem valami módját a feleletnek, s ha ez megvolt, új kérdés következett. Lehetséges-e ez vagy az, vagy sem? El sem tudja képzelni, micsoda szellemi szenvedély rabja a kutató. Testetlen vágyainak különös szintelen gyönyöréről fogalma sincs. Az a lény, amely előtte van, nem állat, nem teremtménytársa, hanem probléma. A rokonszenvből eredő kínról annyit tudok csak, hogy régen, sok esztendő előtt meggyötört néha. Az volt a vágyam, egyetlen vágyam, hogy megtaláljam az élő szervezet alakíthatóságának végső határát de szóltam közbe, ez borzalmas. Mindmáig sohasem törődtem az anyag etikájával. A természetbe való elmélyedés végül oly lelki ismeretlenné teszi az embert, aminő ő maga a természet. Előre törtem utamon, nem törődve mással, csak a maga elé tűzött kérdéssel, s az anyag végre is azzá lett kezem között, amit ott a kunyhóban látott. Tizenegy éve már, hogy Mondgomerivel idejöttem. Úgy emlékszem a sziget zöldellő csendjére, s a puszta óceánra, mintha tegnap történt volna. Mintha engem várt volna csak ez a hely, s azután megkezdődött a munka. Elhallgatott, szótlanul ültem arcára tekintve. Beszámítva az Angliában töltött kilenc esztendőt, körülbelül húsz esztendőt töltöttem munkában, s még mindig van minden munkámban valami, ami lesújt. Ki nem elégít, További erőfeszítésre sarkal. Néha túllövök a célomon, néha innen maradok rajta, de amiről álmodom, azt nem valósítom meg soha. Az emberi formát most már könnyen megadom úgy, hogy hajlékony és kecses, vagy tömzsi és erős, de a kezekkel és a karmokkal gyakran a nagy bajom van. Fájdalmas részek, amelyeket nem igen merek szabadon alakítani. De a legnagyobb bajom az agy finom illesztgetésével és alakításával van. Az értelem gyakran rendkívül alacsony, s a váratlan, előre nem látható hézagok vannak benne. S aztán van valami, amihez nem tudok hozzáférni sehogy sem. Hogy úgy mondjam, a lelki izgalmak székhelye ez. A vágyak, az ösztönök, a sóvárgások, amelyeken megtörik az emberi való valami furcsa rejtett rezervoár amely olykor-olykor megreped, s elárasztja hirtelen az egész lényt haraggal, gyűlölettel vagy félelemmel. Ezek az én teremtéseim furcsák, esetlenek az ön szemében, ha megfigyeli őket, de nekem, amit megalkottam őket, kétségtelenül emberi lényeknek tetszettek. Később aztán elenyészik ez a meggyőződésem, kiüt rajtuk először az egyik, utána a másik állati vonás, s rám mered. De még nem adom fel a küzdelmet. Valahányszor belemerítek egy élő teremtményt az izzó kínok árjába, azt hiszem, most kiírtom belőle az egész állatot, s eszes lényt teremtek belőle. Végre is, micsoda tízesztendő. Az ember százezret töltött már el az alkotásban. Sötéten elgondolkozott. De hittem Szilárd. Ez a puma újra elhallgatott, majd így folytatta. Mindig visszafejlődnek amint kezemet leveszem róluk, visszatér újra az állat, s nem hagyja magát. Újra hosszú szünetet tartott. Aztán alkotásait azokba a barlangokba dugja? kérdeztem. Oda mennek. Kibocsátom őket, amint megérzem bennük az állatot, s csak hamar oda kerülnek. Valamennyien félnek tőlem és ettől a háztól, van bennük valami képe az embernek. Montgomery tud róla, mert ő közvetíti dolgaikat. Néhányat begyakorolt saját szolgálatára. Szégyelli ugyan, de azt hiszem, félig bolondja egy némelyik fenevadnak. De ez az ő dolga, nem avatkozom bele. Undarít tökéletlenségük. Nem érdekelnek. Azt hiszem, valami csúfondáros észszerű életet folytatnak a nyomorultak. Van valami, amit a törvénynek mondanak himnuszokat zengedeznek róla, megépítik barlangjaikat, növényeket szednek, gyümölcsöt gyűjtenek, s még meg is házasodnak. De én keresztül látok rajtuk, belelátok veséjükbe, s látom bennük az állati lelket, a veszendő állatot, amely tele van élvvágyjal és önző. De azért különös dolog. Életük bonyolult, mint minden élet. Van bennük valami magasabbra törekvés. Lehet, hogy hiúság, lehet, hogy határozatlan nemi izgalom, lehet, hogy puszta kíváncsiság. Csak ez el. A pumától sokat várok. Kemény munkát végeztem fején és agyvelején. S most, szólt hosszas hallgatás után, mi alatt mindegyikünk saját gondolataival tépelődött, mi a véleménye? Fél még mindig tőlem? Ránéztem, s nem láttam benne mást, mint egy sápat arcú, nyugodt tekintetű, őszhajú férfit derűs nyugalma megállapodottságából eredő szépsége, hatalmas termete mintája volt a kényelemben élő öreg úrnak. Majd összerázkódtam. Válaszul kérdésére mind a két kezemmel egy-egy revolvert nyújtottam feléje. Tartsa meg őket, szólt. Azután felállt, rám nézett egy pillanatig, s elmosolyodott. Viszontagságos két napot élt át, szólt. Azt tanácsolom, hogy aludja ki magát. Örülök, hogy megértettük egymást. Jó éjszakát! Gondolkozott egy kisé, s azután kiment a belső ajtón. Azonnal ráfordítottam a kulcsot a külső ajtóra. Újra leültem, elültem székemben egy ideig, s testem, lelkem és kedélyem annyira ki volt merülve, hogy gondolataim nem tudtak elszabadulni attól, amit utoljára mondott. A fekete ablak úgy bámult rám, mint valami hatalmas szem. Végre erőt véve magamon, eloltottam a lámpát, s belefeküdtem a függőágyba csak hamar mély álomba merültem. 15. fejezet Az áldat emberek Korán fölébredtem, tisztán, világosan emlékeztem Morrow magyarázatára, kiugrottam a függőágyból, s az ajtóhoz léptem, hogy meggyőződjem, rá van-e fordítva a kulcs. Azután megráztam az ablakrácsot. Szilárdan a falba volt erősítve. Kopogtak az ajtón, s hallottam Montgomery fekete arcú kísérőjének a hangját. Kezembe vettem az egyik revolvert, s kinyitottam az ajtót. Jó reggelt, uram! Szólt reggelimet hozva, a rendes főzeléken kívül rosszul elkészített tengeri nyulat is. Montgomery mögötte jött, körüljártatta szemét, s észrevéve a revolvert gúnyosan elmosolyodott a puma pihent, hogy gyógyuljon ezen a napon, de Moró, akinek nagyon zárkózott szokásai voltak, nem csatlakozott hozzánk. Arról beszélgettem mondgomerivel, hogyan élnek az állatemberek. Főleg arra voltam kíváncsi, miképp tartják vissza őket attól, hogy Morót és Montgomeryt meg ne rohanják, s egymást szét ne tépjék. Megmagyarázta, hogy Moró és a saját biztonsága a szörnyetegek szellemi korlátoltságának köszönhető. Bár értelmük erősbödött, s megvan bennük a hajlandóság arra, hogy állati ösztöneik felfelébredjenek, van elméjükben néhány fixa idea, amelyet Moró ültetett beléjük, s amely teljesen korlátok közé szorítja képzelő erejüket. Valósággal hipnotizálva vannak, némely dolgot lehetetlennek, másokat kerülendőknek tartanak, s e tilalmak úgy beleszövődtek elmélyük szervezetébe, hogy az engedetlenség vagy az ellenkezés lehetősége is ki van zárva. De bizonyos dolgokban a régi ösztön mégis folytonosan hadilában áll moró ügyességével. Egy csomó mondás, amelyet törvénynek neveznek, elméjükben folyton harcol állati természetük legmélyében gyökerező, lázadó vágyaikkal ezt a törvényt nem győzik ismételni, de azért szüntelenül megszegik. Nagyon ügyelnek arra mind a ketten, hogy a szörnyetegek vért ne ízleljenek. A vérszak szuggesztív erejétől folyton tartani kell. Montgomery elmondta, hogy a törvény ereje főleg a macskafajta állatemberekben éjjente nagyon meggyöngül. Amint beáll a szürkület, kalandvágy szállja meg őket. Oly dolgokat mernek elkövetni, amikről nappal, mintha nem is álmodnának, ez volt az oka annak is, hogy a leopárd ember megérkezésem éjjelén utánam lopózott. De ott létem első napjaiban a törvényt csak lopva, és csak éjjel szekték meg, nappal nagy tiszteletben tartották a törvény valamennyi tilalmát. Ideje, hogy elmondjak egyet mást a szigetről és az állatemberekről. A szabálytalan körvonalú sziget, amely alig emelkedett ki a végtelen levegőből, 7-8 angol négyszög mérföld nagyságú lehetett. Vulkánikus eredetű volt, s most három oldalról kora az vették körül. Az északi részén gomolygó füst és egy meleg forrás volt most már minden nyoma annak az erőnek, amelynek a sziget valamikor eredetét köszönhette. Hébe korba érezhető volt rajta a gyönge kis földrengés is, és a felszálló füst olykor sűrűbben gomolygott, mint rendesen. De más jele nem maradt vulkánikus eredetének. Lakossága, mint Mondgomeritől hallottam, 60-65 moró által alkotott különös teremtés volt, nem számítva azokat a bozótban élő apró szörnyetegeket, amelyeknek nem volt emberi alakjuk. Moró össze-vissza 120 teremtést alkotott, de csak nem fele részük elpusztult. Elmondta Montgomery, hogy szaporodtak is, de sarjadékaik rendszerint meghaltak. Nyoma sem volt rajtuk a szerzett emberi sajátságok átöröklésének. Amíg éltek, Moró ezekre is rányomta az emberi bélyeget. Nő kevesebb volt, mint férfi, s bár a törvény kimondta a szigorú monogámiát, a nők sok titkos üldözésnek voltak kitéve. Ahhoz nem értek, hogy leírjam részletesen az állatembereket, legszembe ötlőbb volt egész megjelenésükben az aránytalanság, rövid lábuk és hosszú testük között. De a bájról alkotott fogalmunk oly viszonylagos, hogy szemem megszokta lassan alakjukat, s végre szinte meggyőződtem arról, hogy saját hosszú lábszáraim esetlenek. Szembeötlött az is, hogy fejüket előre hajtva tartották, s hátgerincük domborúan görbült. Még a majom ember hátának sem volt meg az a hosszú görbülete, ami az emberi alakot oly pályossá teszi. Legtöbb esetlen púpos háta volt. Csak nem valamennyinek hátrahajló lapos homloka, eltorzított füle, nagy duzzadt orra, nagyon sűrű vagy nagyon tüskés haja, és furcsa színű vagy furcsán elhelyezett szeme volt. Egyikük sem tudott nevetni, csak a majom ember hallatott néha viholgásszerű röhelyt. Eltekintve az általános vonásoktól, egyéb közössége nem igen volt fejüknek. Valamennyi megőrizte fajbeli sajátságát. Az emberi egy eltorzította, de nem rejtette el a leopárdot, az ökröt vagy a sertést, vagy egyéb állat vagy állatok vonásait, amikből az egyes állatember alakult hangjaik is nagyon eltértek egymástól. A kezük mindig torz volt, s bár némelyiknek emberi formája szinten meglepett, újjaik száma csak nem mindig hiányos volt, a körmök körül esetlen volt az új, s teljesen érzéketlen. A két legborzasztóbb állatember a leopárdember és egy hínából és sertésből alkotott lény volt – Nagyobb volt ezeknél az a három, bikából alkotott lény, akiket a csónakban láttam. Aztán következett az ezüst szőrű férfi, aki a törvénymondó volt, aztán Montgomery szolgája, és egy majomból és kecskéből összeolvasztott, szatír-szerű lény. Volt három sertés férfi és egy sertésnő, aztán egy kancából és rinocéroszból alkotott teremtés, s több más női teremtés, de ezeknek eredetét nem tudtam megállapítani. Volt több farkas ember is, egy a keverék és egy Szent Bernát hegyi kutya ember. A majom embert már leírtam. Volt aztán egy rendkívül undok, kellemetlen szagú, öreg, nő, róka és medve keverék, akit kezdettől fogva gyűlöltem. Úgy mondták, hogy vakbuzgó követője a törvénynek. Volt aztán egy sereg apró tarkalény, s kis lajhár teremtésem. De elég a felsorolásból. Eleinte borzongtam a lényektől, mert nagyon is éreztem bennük az állatot, de később megszoktam létezésüket. Különösen hatott rám Montgomery viselkedése velük szemben. Oly régóta élt köztük, hogy rendes emberi lényeknek tekintette őket. Évente egyszer elment Arikába, hogy Moró állatszállítójával alakudozzék. De ebben a spanyol keverékű tengeri városkában alig volt alkalma szép emberekkel találkozni. A hajón lévő emberek eleinte, amint beszélte, épp oly furcsa benyomást tettek rá, mint rám az állatemberek. Természetellenes hosszú lábuk volt, belapult arcuk, előre nyúló homlokuk, s gyanakvók, veszedelmesek és önzők voltak. Nem is szerette már az embereket. Engem, amint ki is jelentette, csak azért kedvelt, mert megmentette életemet. Montgomery fekete arcú kísérője, akivel először találkoztam az állatemberek közül, s akinek neve is volt Mling, nem élt együtt a többiekkel, hanem szűk is lakott, hátul az elkerített udvarban. Alig volt oly értelmes, mint a majom ember, de sokkal tanulékonyabb volt, s legemberibb formája volt valamennyi állatember között. Montgomery megtanította főzni, és elvégezni minden szolgai munkát a ház körül. Bonyolult diadal jele volt moró rettentő ügyességének, kutyával és ökörrel beoltott medve, s körülbelül a legtöbb gonddal kidolgozott állatember. Különös gyöngétséggel és odaadással viseltetett Montgomery Iránt, aki néha megveregette, félig gúnyos, félig tréfás növeket osztogatott neki, s táncoltatta nagy gyönyörűségére. Máskor meg, különösen ha sok viszkit rosszul bánt vele, csípdeste, ütötte, verte, kővel dobálta de Mling nem sokat bánta, s legnagyobb örömmel mindig csak Montgomery közelében tartózkodott. Említettem már, hogy hozzászoktam az állatemberekhez, s ezer dolgot, ami eleinte természetellenesnek látszott, s visszataszított, csak hamar természetesnek és rendesnek tartottam. De azért hébekorba visszariasztva megvillant előttem az állatemberekben az igazi állat. Érdekes, és nem is tudom magamnak megmagyarázni teljesen, hogy az undok nőteremtések ott létem első idejében ösztönszerűleg megérezték, hogy undorító benyomást gyakorolnak rám, s ennek következtében egyre több gondot fordítottak az illendőségre, s külső ruházatuk díszére. 16. fejezet A vérszag Látszik, hogy gyakorlatlan író vagyok. Ez az oka, hogy annyira elcsapongtam történetemtől. Miután Montgomeryvel megreggeliztem, elvitt magával sétálni a szigeten, hogy megmutassa a meleg forrást, amelynek forró vizébe előtte való nap belezuhantam. Ostorral és töltött revolverrel indultunk el mind a ketten. Mi alatt útközben lombos sűrűn haladtunk keresztül, tengeri nyúl nyöszörgését hallottuk. Megálltunk és hallgatóztunk, de nem hallottunk többé semmit, s csak hamar folytattuk utunkat megfeledkezve az incidensről. Mondgomeri apró piros állatokra figyelmeztetett, amelyek hosszú hátsó lábaikon ide-oda szögdeltek a bokrok között. Az állatemberek sarjaiból készítette őket moró. Találkoztam már néhány ilyen apró lényjel, mikor a leopárd ember elől menekültem az első holdas éjszakán, s másnap, mikor moró üldözött. Az egyik véletlenül, amint ugrott egyet, hogy kikerüljön bennünket, beleesett egy gödörbe, amely egy viharban kidőlt fa tövében támadt míg a gyökerek közt kapálózott, meg akartuk fogni. Karmolt, mint valami macska, s hátsó lábaival rugdalózott. Harapott is, de gyönge foga alig okozott nagyobb fájdalmat, mint a tűszúrás. Csinos kis teremtmény volt, s mint Montgomery mondta, sohasem ásott bele a pázsitba, s egyáltalában szerette a tisztaságot. Az jutott eszembe, hogy úri parkokban pompásan pótolhatná a közönséges tengeri nyulakat. Tovább menve hántott kérgű fához értünk. Mondgomeri figyelmeztetett rá, ne merj fakérget hántani, ez a törvény, szólt. Sokan közülük szeretik a kérekhántást. Azt hiszem, ezután találkoztunk a szatírral és a majomemberrel. A szatír, mintha moró klasszikus emlékeinek felcsillanása lett volna, birka arcú, durva héber típusra emlékeztetett. Hangja nyers mekegés volt, s alsó végtagjai a sátán lábát juttatták eszembe. Valami hüvelyes gyümölcs belétrágta. Üdv, szólt mind a kettő egyszerre, a két ostorosnak. Most már három ostoros van, szólt Montgomery. Ehhez tartsátok magatokat. Hát ő nem csinálmány, szólt a majomember. Azt mondta, a szatír kíváncsian rám tekintett. A harmadik ostorosnak, aki jaj a tengerbe ment, vékony fehér arca van. Vékony, hosszú ostora van, szólt Montgomery. Tegnap vérzett és jajgatott, szólt a szatír te sosem vérzel, sosem sírsz. A mester sem vérzik, és nem sír soha. Ollendorf-szerű mondások, szólt Montgomery. Öt ujja van, öt ujjú, mint én, szólt a majom ember. Menjünk, Prendik, szólt Montgomery karon fogva, s folytattuk utunkat. A szatír és a majom ember utánunk bámult beszélgetve. Nem szól semmit, szólt a szatír. Pedig az emberek beszélnek. Tegnap enni kért tőlem, szólt a majom ember. Majd tovább beszélgettek, de már nem vettem ki mit. Hallottam, hogy a szatír nevet. Egyszerre csak rábukkantunk az élettelen tengeri nyúlra. Kis vörös teste darabokra volt szaggatva, bordái le voltak nyúzva, s hát gerincén meglátszottak a fogak nyomai. Mond Nagy Nagy isten! szólt, s fölemelte az összerágott gerincet, hogy megvizsgálja. Nagy Isten! ismételte. Mi ez? Valami húsevő szörnyetegük visszatért régi szokásaihoz, szóltam rövid szünet múlva. Nem szeretem a dolgot, szólt halkan. Láttam e félét már megérkezésem napján is, szóltam. Mi az ördögöt? Mit látott? Egy szétharapott fejű tengernyulat. Az nap, mikor megérkezett? Igen, a bozótban a bekerített telep mögött, mikor este kimentem, a fej teljesen keresztül volt harapva. Halk hosszú füttyentést hallatott. Sőt, mi több, azt is sejtem, melyik szörnyetek tette. Mielőtt a nyúlhoz értem, láttam, hogy egyik fenevad ivott a patakból. Szürcsölte a vizet? Szürcsölte. Nem mert szürcsölni a vizet, ez a törvény. Az a fenevad volt, amelyik üldözött. Természetesen, szólt Montgomery. Rával minden a húsevőre. Ölés után isznak ez a vérszag. Milyen volt a fenevad? kérdezte. Ráismerne? Szétvetve lábát a tengeri nyúl illettelen teste fölött körültekintett. Szeme végig futott a zöldsűrű sűrű árnyékos helyein, az erdő minden búvó helyén és leshelyén. A vérszag, mondta végül újra. Elővette revolverét, megvizsgálta a benne levő töltéseket, s újra eltette. Azt hiszem, rá kell ismernem a fenevadra, alapos zúzódásnak kell a homlokán lenni. De be is kell bizonyítanunk, hogy ő ölte meg a tengeri nyulat, szólt Montgomery. Bár sose hoztam volna ide a tengeri nyulakat. Tovább akartam menni, de Montgomery megállt a darabokra tépet nyúl fölött, zavarodottan eltűnődve. Eközben annyira előre mentem, hogy a tengeri nyúl maradványa nem látszott többé. Jöjjön, szóltam. Erre felriadt tűnődéséből, s felém jött. Lám, szólt, csak nem susogva. Azt hittük, hogy megvan valamennyiben az a fixa idea, hogy nem szabad enni semmiből, ami szalad a földön. Ha valamelyik fenevad véletlenül vért szagolt. Szótlanul haladtunk egy darabig. Nem tudom, mi történhetett. Szólt, mint egy önmagával beszélve. Majd kis szünet múlva így folytatta. Nagy bolondot tettem tegnap. A szolgám, Megmutattam neki, hogy kell lenyúzni és megfőzni a tengeri nyulat. Különös dolog. Láttam, hogy megnyalt a kezét. Sose történt eddig. Majd később. Véget kell vetni a dolognak. Beszélnem kell Moróval. Hazafeli egész úton ez járt az eszében. Moró még komolyabban fogta fel a dolgot, mint Montgomery, s alig kell külön említenem, hogy különös meghökkenésük rám is átragadt. Példát kell mutatnunk, szólt Moró. Bizonyos vagyok benne, hogy a leopárd ember a bűnös. De hogy bizonyítjuk rá? Jobb lett volna mondgomeri, ha elfojtotta volna vágyát a hús után, s nem hozta volna a szigetre ezt az izgató újdonságot. Sok bajunk lehet még miatta. Ostoba már voltam, szólt Gomeri. De most már megtörtént. S tudja, hogy ön is beleegyezett. Hamarosan végire kell járnunk a dolognak, szólt Moró. Azt hiszem, bármi történik is. Mlingre számíthatunk. Nem felelhetek teljesen róla sem, szólt Montgomery. Ismernem kellene. Délután Moró, Montgomery, én és Mling nekiindultunk a szigetnek a hegyi útban lévő kunyhók felé. Mi hárman fel voltunk fegyverkezve. Mling kis fejszéjét hozta, amellyel fát szokott aprítani. Morónak rengeteg pásztortülök lógott a vállán. Meg fogja látni az állatemberek gyülekezetét, szólt Montgomery. Szép látvány. Moró egy szót sem szólt út közben, sápat arca nagyon komor volt. Átmentünk azon a mély úton, amelyben a forró vízgőze hömpölygött, s a nádason keresztül kanyarodó gyalogösvényen eljutottunk végre egy tágas térre, amelyet vastag, sárga porrétek födött. Azt hiszem kénpor volt. A bokros dombtetőről látszott a csillogó tenger. A természet által alkotott szűk amfiteátrum volt, ahol mind a négyen megálltunk. Itt Moró belefújt a tülökbe, s fölverte a tropikus délután álmatak csendjét. Erős tüdeje lehetett. A rikoltó hang egyre erősödött, s a vízhanggal együtt fülsiketítő lármában végződött. Ó, szólt Moró, leeresztve újra oldalára a görbült tülköt rögtön rá ropogás hallatszott a sárga nádasban, s a mocsarat környező sűrűből hangok egyvelege tört elő, majd a kénes mező szélének egyszerre három-négy pontján is felbukkantak a groteszk állatemberek felénk tartva. Akaratlanul megborzattam, amint láttam, hogy egymás után előbaktatnak a fák közül vagy a nádasból, s előbbre botorkának a meleg porrétekben. Morrow és Montgomery azonban elég nyugodtan álltak egy helyben, s így szükségszerűleg én sem mozdultam mellőlük először érkezett a szatír. Bár árnyékot vetett és patájával hányta a port, mégis látomásnak tetszett. Utána lóból és rinocéroszból összeállított bambaszörny bújt ki a nádasból, közeledés közben füvet rágva. Majd felbukkant a sertésasszony és a két farkasnő, aztán a vörös szemű, beesett vörösképű rókamedve boszorkány, s nyomukban mások, valamennyien kíváncsian sietve amint közelettek, hajlongani kezdtek moró felé, s anélkül, hogy egymásra tekintettek volna, töredékeket énekeltek a litániába szedett törvény második részéből. Övé a kézmely mely se övé a kéz, mely gyógyít, és így tovább. Körülbelül harminc gyart nyira tőlünk megálltak, s térdre ereszkedve elkezdték fejükre szórni a fehérport. Képzeljétek el, ha lehet a jelenetet. Mi hárman kék vászonruhában alaktalan fekete képű kísérünkkel, sárga porral borított napsütötte tágas tisztáson álltunk a ragyogó kék égboltozat alatt, s körülöttünk a körben kuporgó, gesztikuláló szörnyetegek, melyek közül a legtöbb, legvadabb álmaink alakzataira emlékeztetett. Túl rajtuk egyik irányban a nádas, más irányban sűrű pálma csoportozat választotta el a jelenetet a kunyhús hegyi úttól, észak felé pedig a csendes óceán ködös láthatára terjeszkedett. 62, 63, számolt Moró. Még négy nincs itt. Nem látom a leopárdembert, embert, szóltam én. Moró rákezdte csak hamar újra a tülkölést, s erre a hangra forogni, henteregni kezdtek a fenevadak a porban. Majd kisurranva a nádasból, földhöz lapulva előbukkant a leopárd ember, s a moró háta mögött hengergő körbe iparkodott beleveszni. Láttam, hogy homlokán ott volt az úzódás. Legutoljára érkezett a kis majom ember. A többiek, akik belemelegedtek és kifáradtak már a hengergésbe, bűnös pillantásokat vetettek rá. Elég, kiáltott moró erős, határozott hangja, mire a fenevadak hátulsó combjukra emelkedtek és elcsendesedtek. – Hol a törvénymondó? – szólt moró, s a szőrös szürke szörny porba dugta előtte a fejét. – Mond a szavakat! – szólt Moró, s nyomban rákezdett az egész térdelő gyülekezet furcsa litániájára, ide-oda himbálózva, s egymás után hol jobb, hol bal kezükkel dobával fölfelé a kénes porrétekből felmarkolt csomókat mikor ehhez a sorhoz értek. nem merj húst vagy halat enni, ez a törvény. Moró magasba emelve sovány fehér kezét így kiáltott. Megálljatok! Mire néma csönd következett. Azt hiszem, tudták valamennyien mi következik, s előre borzadoztak. Végignéztem a csodálatos csoporton, s látva fetrengésüket, s a ragyogó szemeikben felcsillanó félelmet, csodálkoztam rajta, hogy valamikor embereknek tarthattam őket. Ezt a törvényt megszekték, szólt Moró. Senki sem menekül, szólt az arc nélküli ezüstös szőrű szörnyeteg. Senki sem menekül, ismételte az egész térdelő gyülekezet. Kiszekte meg, kiáltott Moró, s csattantva ostorával körülnézett a fenevadakon, mintha a hína sertés és a leopárdember komoran félretekintett volna. Moró, amint ezutóbbira esett tekintete, megállt a leopárdember ember hajlongva feléje csúzott, s arcán végtelen gyötrelem félelmes emlékezetét láttam. – Ki szegte meg? – kérdezte Moró még egyszer mennydörgő hangon. – Gonosz tévő az, aki megszegi a törvényt! – énekelte a törvénymondó. Moró ránézett merően a leopárdemberre, mintha belelátott volna lelkeleg legmélyére. – Aki törvényszegő! – szólt Moró, levéve szemét áldozatáról, s felénk fordulva – az visszamegy a kínok hajlékába, zúgták valamennyien. Visszamegy a kínok hajlékába, ó, mester! Hallod? szólt Moró visszafordulva a bűnös felé, de a leopárd ember, amint Moró szemének varázsától szabadult, felegyenesedett, s most lángoló szemekkel, s hatalmas macska fogait kivillantva a remegő ajka közül kínzója felé ugrott. Meg vagyok győződve róla, hogy az elviselhetetlen félelem gondolata eszét vette, s csak így történhetett ez a támadás. A szörnyetegek egész serege háborogni kezdett. Elővettem revolveremet. A két alak egymáshoz ütődött. Láttam, amint Moró visszatántorodott a leopárd ember csapásától. Őrült ordítás és üvöltés támadt körülöttünk. Gyors összevisszaságban mozgott mindenki. Egy pillanatig azt hittem, hogy általános lázadás tört ki a leopárd ember dühött arca elsuhant mellettem. Nyomában legközelebb hozzá Mlink szaladt. Láttam, hogy a hína sertés sárga szeme ragyog az izgalomtól, s mintha félig meddig elszánta volna magát arra, hogy nekem ugorjék. A szatír is rám merett a híjén sertés púpos válla fölött. Majd moró pisztolya durrant, s a vörös lobbanás keresztül villant az űrzavaron. Egyszerre az egész tömeg a lövés irányába fordult, s erre fordított engem is a hirtelen mozdulat mágneses ereje. A következő pillanatban hömpölygő, kiáltozó tömeg közepette jutottam előre én is, üldözve a menekülő leopárdembert. embert. Ennyi az, amire tisztán emlékezem. Láttam, hogy a leopárd nekiugrott morónak, s aztán gomolyodást támadt körülöttem, s végül hanyat homlokor hantam előre a többiekkel. Mling vezetett, sarkon követve a menekülőt. Mögötte futottak nagyokat szögdelve, kilógó nyelvel a farkasasszonyok. Aztán a fajták izgatott röfögéssel, és két fehér ronyba burkolt bika ember. Ezek után szaladt Moró egész tömeg fenevad között, széles szalmak alapját elvesztette, revolverét kezében tartotta, s hosszú őszhaja utána úszott a levegőben. A hiéna a sertés melletten futott, lépést tartva folyton velem. Macska szemével lopva folyton rám rám tekintgetett. A többiek kiabálva mögöttünk futottak. A leopárdember ember utat tört magának a magasnád között, amely, amint tovább haladt, összecsapódott mögötte, s neki vágódott Mling arcának. Mi, akik a tartalékban futottunk, a nádoshoz érve letaposott ösvényt találtunk magunk előtt vagy egy negyed angol mérföldet juthattunk a nádasban előre, azután bozótos sűrűségbe tévedt a hajsza, s itt csak lassan mozoghattunk, bár egy csapatban haladtunk előre, mert a lombok belecsapódtak arcunkba, a szívós folyandár belekapott nyakunkba, vagy hurogba fogta bokánkat, a tüskés növények megszaggatták ruhánkat, s a ruhával együtt kitéptek belülünk egész darabokat is. Itt négy kézláb futott keresztül, szólt Moró, aki éppen előttem szaladt lihegve. Senki sem menekül, szólt a farkas medve arcomba nevetve. A vadászat izgalma áthatotta egész lényét. Utunk szigladarabok közé vezetett. Láttuk, hogy az üldözött vad négy lábon előttünk rohan, s vissza-vissza mordul ránk. Erre a látványra felüvöltöttek gyönyörükben a farkas emberek. A leopárd emberen ruha volt még mindig, s a távolból volt arcán még mindig valami emberi, de négy lábának tartása macskára vallott, s belapult háta elárulta tisztán az üldözött vadat. Átugrott néhány tüskés sárgás bokron, s azután eltűnt. Mlink középen volt közte és közöttem. Csak nem valamennyien alább hagytunk a hajsza kezdősebességével, s hosszú gyors léptekkel mentünk előre, láttam, amint a tisztáson haladtunk, hogy az üldözők sora oszlopból vonallá fejlődött. A hiéna sertés folyton mellettem szaladt, futás közben egyre rám ügyelve, s olykor-olykor röffentve egyet összeráncolt ormányával. Lihegve bukdácsolva, tüskéktől marcangolva, harasztba, nádba keveredve, így üldöztem én is a leopárdembert, aki megszegte a törvényt, s a hiéna sertés vad szüntelenül mellettem futott. Fejem szédült, szívem iszonyúan vert, halálra voltam fáradva, s nem mertem mégsem elmaradni a többiektől, hogy egyedül ne maradjak borzalmas társammal. Előre támolyogtam, bár alig álltam a lábamon, a tropikus délután fullasztó melegében. Végre bágyadozott a vadászat dühe, beszorítottuk a nyomorultat a sziget egy sarkába. Moró kezében ostorral görbevonal mentén állított föl valamennyiünket, s aztán kiabálva lassan megindultunk, egyre szűkebbre szorítva az áldozat körül a hurkot. Ott leselkedett nesztelenül, láthatatlanul a bokrok között. Bátran, bátran, kiáltott moró, amint a hurok két vége körül fogta a bozótos sűrűt, amelybe beleszorult a vad. Vigyázatok, meg ne szökjék, kiáltott Montgomery a sűrűség túlsó feléről. Lassan előbbre nyomultunk az ágak és lombok kuszált tömkelegében. Az üldözött vad meg sem otcant. Vissza a kínok hajlékába, a kínok hajlékába! A kínok hajlékába! – üvöltött a majom ember jobbra tőlem, vagy húsz jartnyira. Mikor ezt hallottam, megbocsátottam mind azt a félelmet, melyet a szegény nyomorult okozott volt nekem. Hallottam, hogy jobb felőle recsegnek a gajjak, s félre csapódnak a lombok a lórinocéros súlyos léptei alatt. És ekkor egyszerre sűrű bokor félhomájában megláttam az üldözött teremtményt. Megálltam, ott kuporgott összehúzódva, s a ragyogó zöld szemét rám függesztette. Furcsa dolog, de úgy esett, hogy amint láttam ott azt a lényt tökéletes állati helyzetében, ragyogó szemekkel, s a rémülettől eltorzított tökéletlen emberi arcával, éreztem egyszerre megint emberi valóját. Egy perc múlva meglátják a többiek is, legyűrik, elfogják, s áldozata lesz újra a bekerített hely borzalmas kínzásainak. Hirtelen előrántottam revolveremet, ilyet szemei közé céloztam, s elsütöttem a fegyvert. Épp ekkor ért oda a hién a sertés, s mohó kiáltással rávetette magát, s belemélyítette nyakába a vérszomjas fogait. Recsegés, ropogás hangzott körülöttem, s a fenevadak kezdtek egymás után feltünedezni. – Ne ölje meg, Prendik! – kiáltott Moró. – Ne ölje meg! – s láttam, amint lehajolva közeledik a bokrok között. – a következő percben elverte a leopárdról ostora nyelével a híjén a sertést, s Montgomeryvel együtt iparkodott visszatartani az izgatott, húsevő állatembereket, s főleg mlinget a még remegő testtől. A szőrös szürke szörny hónom alatt előre nyúlva szimatolta a holt tetemet. A többiek fölhevülésükben lögdöstek, hogy jobban láthassanak. – Mit csinált, Prendik? – szólt Moró. – Szükségem lett volna rá. – Sajnálom – szóltam Bárha nem sajnáltam, a pillanat hevében történt. Rosszul voltam a kimerüléstől és az izgalomtól. Megfordulva keresztül törtem magam az állatembereken, s a lejtőn fölfelé haladva egymagamban felmentem a fensík magasabb részére. Hallottam, hogy a három biköember moró parancsára elkezdte vonszolni az áldozatot a tenger felé. Könnyen egyedül maradhattam. Az állatemberek teljesen emberi kíváncsiságot árultak el, sűrű tömegben követték az élettelen testet, szaglászva, morogva rá, amint a három bika ember lefelé vonszolta a parton. Még feljebb mentem, s amint az alkonyaiban feketélő bika emberek vitték a súlyos holttestet ki a tengerbe, egyszerre csak tisztán látta elmém teljes céltalanságát mindannak, ami a szigeten történik. A parton alattam a sziklák között ott állt a majomember, a sertés és több más állatember Montgomery és Moró körül. Minnyájan túlságosan fel voltak még izgatva, s lármásan erősítgették törvénytiszteletüket. Pedig szent meggyőződésem volt, hogy a héna sertésnek is volt része a tengeri nyúl megölésében. Eltekintve a durva körvonalaktól, a groteszk formáktól, magam előtt láttam kicsiben az egész emberi életet, az ösztön, az ész és a végzett egész bonyodalmát. A embernek véletlenül el kellett pusztulnia. Ez volt az egész különbség. Szegény fenevadak. Kezdtem belátni moró kegyetlenségének hitványságát. Eleddig sejtelmem sem volt arról a kínról, amely egy nyomorult áldozatokra a moró kezek közül való kiszabadulásuk után várakozott. Megborzattam már attól a párnapi gyötrelemtől is, melyet a bekerített helyen kellett kiállaniuk. Pedig most láttam, hogy ez a dolog könnyebb része volt. Amíg egyszerű fenevadak voltak, s ösztöneik alkalmazkodtak környezetükhöz, boldogan éltek. Most az emberi lét békjóiba szorítva támolyogtak, soha nem szűnő félelemben teltek napjaik, meg nem értett törvények marcangolták belsejüket, torz létük haldoklással kezdődött, hosszú, benső küzdelem volt, állandó rettegés morótól, s mindez miért? Felháborított az a céltalan könnyelműség, mely mindenből rám vigyorgott bármi jelentéktelen érthető célja lett volna morónak, tudtam volna valahogyan rokon szemvezni vele. Az efféle kinnal meg tudok barátkozni. Még akkor is meg tudtam volna valahogyan bocsátani neki, ha a gyűlölet irányítja tetteit. De oly végtelen nem bánomságomat láttam benne, amely kitért minden felelősség elől kíváncsisága, céltalan őrült kutatási szenvedélye hajtotta útján egyre tovább, s a nyomorult vadakat kivetette barlangjaikból, hogy vagy egy évig éljenek tovább, küzdjenek, tévejegjenek, szenvedjenek, s végre gyötrelmek közt elpusztuljanak. Végtelen nyomorúság volt a részük. A feneketlen állati gyűlölködés folyton arra ösztökélte őket, hogy egymásnak rohanjanak, s a törvény visszatartotta őket attól a rövid, heves küzdelemtől, amely egyszerre véget vetett volna a természetükben gyökerező ellenséges indulatnak. Az állatemberektől való félelmem lassan megszűnt úgy, mint eleinte véget ért Morótól való rettegésem. Mély, tartós, beteges állapot fogott el, amely idegen volt teljesen a félelemtől. Elvesztettem teljesen hitemet a világ józanságában, mikor láttam, hogy megtűri e kis sziget kínokkal telt zűrzavarát. Mintha vak végzet igazgatta volna a létmechanizmusát, amelynek szüntelenül forgó, bonyolult kerekei irgalmatlanul őröltek, marcangoltak volna valamennyiünket. Engem, Morót, aki bele volt bolondulva kutatásába, montgomery aki az ivásnak volt rabja, s ezeket az ösztönökkel felruházott, s elmélyükben korlátolt, nyomorult állatembereket. De ez a gondolat csak lassan érlelődött meg bennem, s most egy kissé nagyot ugrottam előre elbeszélésemben.